Naponta friss témák, hírek. Biogyógyulás.hu. Az egészség legyen veled. Ebben a mai videóban azt nézzük meg, hogy mitől messzesedik el a testünk, mely részek messzesednek el, és hogy mit tudunk ellene tenni. Szeretettel köszöntök mindenkit! A testünk legkülönbözőbb területei messzesedhetnek el, ami azt jelenti, hogy a kálcium a testünk adott területén a látszövetekben tárolódik el, és nem tud onnan elmozdulni. A helye a csontokban és a sejteken belül lenne. Elmeszesedhetnek a szívbillentyűk és az artériák, ezt nevezzük általánosan érelmeszesedésnek. Ilyenkor az artériák merevvé válnak, jelentős mértékben csökken a rugalmasságuk. Ebben az állapotban megnő a szívinfarktus kockázata is, megnő a vérnyomás is. Ha tartósan magas a vérnyomásunk, tehát napokon át bármikor mérjük, mindig magas, ez az egyik legbiztosabb jele az érelmeszesedésnek. Az orvosok ugye nagyon sokféle szív- és érrendszeri állapotnál kálcium csatorna blokkoló gyógyszereket írnak fel, amelyeknek a nevében benne van, hogy blokkolják a kálciumot, mert túl sok van az ember szervezetében. Elmeszesedhetnek a csigolyák is, ez a csigolya meszesedés, főként a gerincnek a nyakhoz közeli részénél lévő csigolyái. A nyaki csigolyák messzesedésének leggyakoribb tünetei a gyakran visszatérő, hogy a folyamatos merevség a nyaknál és a nyaki fájdalom, ami lehet tompa, éles és nyilaló jellegű is. A szemek messzesedése a szürkehályok, jelen van a messzesedés az ízületi gyulladásnál, de kálciumlerakódásnak, tehát egyfajta messzesedésnek tekinthetjük a vesekövet és az epekövet is. Lehetnek kálciumlerakódások a gyomorban, a tüdőnél, a mellszöveteknél, a pajzsmirigynél és a tobozmirigyünk is elmeszesedhet. Minden olyan tünet jelzi a túl sok kálciumot a testünkben, ami összehúzódással, megkeményedéssel jár, mert a kálcium a fő összehúzó, a szilárdító. Ezért kell ugye sok belőle a csontokba. Tehát például a székrekedés is kálcium többlet, a belek összehúznak, a sok kálcium miatt nincs relaxálódás, tehát nem tágulnak ki a beleg. A táguláshoz kellene a magnézium és a kálium, a két fő nyugtató, lazító, tágító a szervezetünkben. A kálcium összehúz, megfeszít, merevít, a magnézium és a kálium kienged, megnyugtat, tágít. A túl sok kálcium jelenlétét, így a messzesedést a már felsorolt problémákon túl jelezheti a csontfájdalom, az álmatlanság, a szorongás, a szívritmuszavarok és az éjszakai izomgörcsök is. A messzesedéshez vezető egyik gyakori ok a kálciummal összefüggő mikrotápanyagoknak az alacsony szintje a szervezetünkben, éppen ezért az első kulcslépés a probléma megoldásához ezek pótlása. A D3 vitamin, a K2 vitamin, a magnézium, a kálium és az omega-3. Ha kivették az epehólyagunkat, vagy gyakran vagyunk felpuffadva, vagy problémáink vannak a zsíros ételek emésztésével, tehát valami miatt kevés epesavunk van, gondok lesznek a kálciummal is, mivel az epesavra szükség van a zsírban oldódó vegyületek hasznosításához, tehát az előbb felsorolt D és K vitaminhoz, illetve az omega 3-hoz is. Ebben az esetben a megoldása az epesav tartalmú készítmények szedése. Messzesedéshez vezethet a sok mesterséges kálcium tartalmú készítmény szedése, főként ha azokban olyan kálcium van, ami szinte egyáltalán nem tud hasznosulni a szervezetünkben, ilyen például a kálcium karbonát. Illetve ehhez szorosan kapcsolódik az éveken át tartó rendszeres ásványvíz fogyasztás is, ugye az ásványvizek is tele vannak szervetlen kálciummal. Itt a megoldás elhagyni a szintetikus kálcium tartalmú készítményeket és az ásványvizet is. Az ásványvíz helyett ott van a desztillált víz, ami ráadásul még segíthet is hosszú távon a lerakódásoknak a feloldásában. Nagyon sok elmeszesedett terület kialakulásában a kevés antioxidáns vegyület jelenléte is közrejátszik. Például, ha valaki mikrotápanyagokban szegény ételeket fogyaszt hosszabb ideig. Ugye ebben az esetben nem lesz elegendő E-vitamin, szelén, polifenol vegyület, C-vitamin, stb. Szervezetünkben, amelyek például ahhoz kellenek, hogy az érfalaknál lévő gyulladások regenerálódjanak, de mivel nincsenek kellő mennyiségben jelen, a testünk a kálciumot fogja odaszállítani az érfalakhoz, hogy ugye betapassza a begyulladt érfalat, így alakul ki lényegében a kálcium lerakódás az erekben. Azaz a messzesedés ellen az is egy megoldási lehetőség a kezünkben,
ha élő vitaminokban, antioxidánsokban gazdag ételeket fogyasztunk rendszeresen, tehát sok zöldséget, gyümölcsöt és kiegészítő szuperfoodokat, mint például algákat, mépempőt, vagy terápiás célú gyümölcsleveket tartalmazó italokat. A mellékpajzsmirigyeink által termelt hormon a fő szabályozója a vérben a kálcium szintjének, tehát az a feladata, hogy a kálcium ideális tartományban legyen a vérben, ezért ha gondok vannak a mellékpajzsmirigyel, gondok lesznek a kálcium működésével is a szervezetünkben. És végül a meszesedés megszüntetéséhez az is fontos, hogy a gyomrunk pH értéke kellően alacsony legyen, tehát hogy erős legyen a gyomorsavunk, legyen elegendő gyomorsavunk, mert ez elengedhetetlen a kálcium megfelelő hasznosításához a szervezetünkben. A gyomor savasítását segíti az almaecet, a betainhidroklorid, az emésztőenzimek és a kálium, mely elengedhetetlen a gyomorsav termelődéséhez, a hidrogén-kálium pumpa hozza létre a gyomorsavat. Ha szeretnéd, hogy más is megtudjon többet a messzesedés kialakulásának okairól, nyomj egyet a videó alatti tetszik gombra, mert így az algoritmus másoknak is fel fogja ajánlani ezt a videót megtekintésre. Jó egészséget kívánok neked, találkozunk a következő videóban, addig is az egészség legyen veled!